Az van, srácok, hogy meghallgattam Ursula von der Leyen évértékelőjét. Pechemre. This house has said it out loud. The future of Ukraine is in our union. A helyzet az, hogy ritkán cseszem fel magam így valami, mint ezzel a beszédem. That we can build a continent where you can be who you are, love who you want, aim as high as you want. Konkrétan az van, hogy ez a nő pofátlanul a szemedbe hazudik. Itt a bizonyíték, hogy ő és a teljes uniós elit elszakadt a valóságtól és egy nem létező párhuzamos Európában él. And history is now calling us. Ezt most be is bizonyítom. Nézzük pontról pontra, mi az, amin te is felcsöszed majd magad. Nézzük, miről beszélt Ursula. Természetesen Ukrajnáról. Slava Ukraini! Az Oroszország elleni szankciókról. Rekordidő alatt sikerült megállapodnunk a szankciókról, szintén 27-en. És na-na, hogy a migráció? Europe can manage migration. De a legfontosabb kérdést és ügyet a végére hagyom, mert van, amiről Ursula direkt nem beszélt. És az sem véletlen, hogy miért nem szólt róla. Szóval ezt a videót most ki ne hagyd, vágjunk is bele! Apáti Bence vagyok, ez pedig az Apáti Ragát, tarts velem, és ugorjunk együtt fejest Ursula Európájába. Fokozzuk a lőszergyártást Ukrajna azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében, de ennél további távlatokba is előre tekintünk. Ezért javasoltuk, hogy 4 év alatt további 50 milliárd euróval segítsük a beruházásokat és a reformokat. Ez Ukrajna jövőjének építőköve lesz. Hogy tessék? Hogy mi van? Ursula, te most tényleg újabb 50 milliárd eurót akarsz szétszórni a mi pénzünkből Ukrajnának? Miközben ez idáig már 53 milliárd eurós katonai, gazdasági és költségvetési támogatást nyújtottunk Kijevnek. Nem újabb 50 milliárdról kell beszélni, kedves Ursula, mert az újabb 50 milliárd el fog tűnni Ukrajnában. Nyomtalanul. Először a sajátjaidról és a tagállamokról kéne beszélned, a visszatartott pénzeket kéne elutalni. Ezt várják tőled az európaiak és mi, magyarok is. Ráadásul mi történt a Kijevbe utalt eddigi 53 milliárd eurós uniós pénze, aminek nagy részét hitelből finanszírozza az unió? Az, hogy azzal a hatalmas összeggel sem az ukránok, sem Brüsszel, sem pedig von der Leyen nem tud elszámolni. A pofám leszakad. De azért az újabb 50 milliárd eurós ötlet mellett se menjünk el szó nélkül, mert így kimondva ez csak egy szám, de valójában tudod mennyi? Ha az 50 milliárd eurót elosztom az EU lakosságával, akkor fejenként 42 ezer forintos újabb katonai és gazdasági támogatásról van szó. Brüsszel azt akarja, hogy minden egyes európai ember, a csecsemők is ennyivel járuljanak hozzá a háború folytatásához. Egy ötfős magyar család tehát adjon több mint 200 ezer forintot, ez a brüsszeli ötlet és terv. Hát a lószart mama. Az öldöklést tegnap is késő lett volna abba hagyni, nemhogy tovább folytatni uniós segédlettel. Vajon Ursula von der Leyen miért nem beszélt egy szót sem a békéről? Hát azért nem, mert az Európai Bizottság és Brüsszel a háború folytatásában érdekelt, ahogy azt Amerika parancsolja. Az Unióban már régen az amerikai baloldal, a Biden kormány és a mögöttük álló üzletemberek mondják meg a tutit, ami ebben az esetben, lefordítom, még több háború. We say we're willing to fight for Ukraine, yeah, until the, you know, last Ukrainian. És Ursula von der Leyen asszisztál ehhez, mosolyogva végrehajtja a parancsot, amit a tengeren túlról kapott. Na, elmentek a francba! Future of Ukraine is in our union. Na most álljunk meg, Ursula. Eddig, és ne tovább. Tudod, én magyar vagyok, és azt mondom, hogy amíg Kárpátalján a 150 ezres magyar kisebbséggel, nemzettestvéreinkkel úgy bánik Kijev, ahogy azt nap mint nap tapasztaljuk, amíg elnyomják és üldözik őket, és amíg a magyar nyelvet és himnuszt is betiltják, addig Ukrajna uniós tagsága fel sem merülhet. Természetesen más okból sem lehet ezt napirendre venni. Az pedig a pénz és az unió jövőjének kérdése. Mert egy ukrán uniós tagság esetén minden tagállam azonnal nettó befizetővé válna, és minden uniós forrást Ukrajna felzárkóztatására kellene fordítani. Magyarán a kevésbé fejlett uniós régióktól kellene elvenni a támogatásokat, hogy azt odaadhassuk Ukrajnának. Ha Ukrajna belép az unióba, a magyar forrásoknak és fejlesztési pénzeknek is annyi. Ezért nem merülhet fel a kijevi csatlakozás, meg az ukrán gabona miatt sem.
Mert mi magyarok pontosan tudjuk, hogy erre megy ki a játék. Brüsszel utat akar nyitni az ukrán gabonának, amely ráadásul amerikai gabona, és amellyel minden európai gabona termesztőt tönkretenne. Fú, de fölbasz ez a brüsszeli őrület. Muszáj most szusszannom egyet, így beszéljünk egy kicsit magunkról. Most már 70 ezer feliratkozóval rendelkezünk, 70 ezeren iratkoztatok fel a Patriota YouTube csatornájára, de sokkal többen nézitek a videóinkat. A YouTube természetesen nem egy baráti terület, ezért mindenképpen arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, és akkor egészen biztosan feldobja nektek a YouTube az Apáti Reagált és az egyéb Patriota videókat, legyenek azok nagy vagy kis videók, például shortsok. Rekordidő alatt sikerült megállapodnunk a szankciókról, szintén 27-en. Helyben is vagyunk megint, ugye? A háború pártiság után itt van a pártiság. Ursula von der Leyen továbbra is nyíltan kampányol a szankciók mellett. Nem volt elég, Ursula. Az Oroszország ellen készített 11 szankciós csomaggal már sikerült tönkretennetek Németországot és a német gazdaságot, amely recesszióba fordult. A német gazdaság gyengélkedését pedig egész Európa megszenvedi. Az kihat a magyar gazdaságra is. A valójában hatástalan szankciókkal csak annyit ért el Brüsszel és az Európai Bizottság, hogy Európában az egekbe szökjenek az energiaárak. Hogy azt hazudják, le kell válni az orosz nyersanyagokról, de közben Németország suttyomban Indián keresztül vásárol olajat. Értitek? Németország úgy szakadt le az orosz olajról, hogy most Indián keresztül a szankciókat megkerülve, drágábban kénytelen beszerezni azt. A szankciók hatása, Ursula, hogy a vásárló erőt mérő gazdasági adatok szerint az orosz gazdaság éppen most előzte meg Németországot, utóbbi a 6. helyre csúszott vissza a rangsorba. A brüsszeli szankciós politika olyan sikeres, hogy az Európai Bizottság a legfrissebb adatokat figyelembe véve lerontotta az európai gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásait. Europe will do whatever it takes to keep its competitive edge. A recesszió és az európai gazdaság tönkretétele jelenteni Európa versenyképességét? Pofátlanul és gátlástalanul hazudsz a szemünkbe, Ursula. Ráadásul az miért van, hogy ennél több szót nem is vesztegettél a saját szankciós politikátokról? Pontosan azért, mert az uniós szankciók annyira rosszak, annyira hatástalanok, és akkora csőd a szankciós politika, hogy Ursula inkább hallgat erről. Nem szólt a 11 szankciós csomag hatékonyságáról. A szankciós politika szörnyen kellemetlen. Úgy tesz, mintha nem is lenne. Persze, hiszen már Annalena Baerbock német zöld külügyminiszter is kénytelen volt elismerni, hogy az Oroszországra kivetett szankciók nem működnek, mivel azoknak nincs gazdasági hatásuk. Hát igen, Ursula meg itt hazudozik nekünk. És tudod, mi van még, amit szintén elhallgatnak előled? Az évértékelője előtt egy nappal szépen csendben több orosz üzletemberre kivetett szankciót is töröltek. Ja kérem, a biznisz, az biznisz, ugye? A gyomrom felfordul ettől a kétszínűségtől. Mindig is meg voltam győződve róla, hogy a migrációt kezelni kell. Ehhez pedig türelem kell. Tartós erőfeszítés a partnereinkkel együtt. És mindenek előtt az unión belüli egység. Miről beszél ez a nő, Istenem? A migrációs paktum kötelező betelepítési kvótával járna azonnal. Ursula von der Leyen tovább ösztönözni a bevándorlást, újabb meghívókat osztogat az illegális bevándorlóknak. Ursula háborúpárti, szankciópárti és migránspárti. Nincs kérdés. Megint az európaiak kárára jó asszonykodik. Hihetetlen. Fogadjunk be mindenkit, hogy aztán beledögöljünk. Ursula úgy akarja meghűíteni az európaiakat a migrációval, hogy közben elhallgatja, az illegális bevándorlás csúcsokat dönt. Az Európai Határvédelmi Szerv a Frontex statisztikái szerint tavaly 2021-hez viszonyítva 64%-kal nőtt meg az illegális migránsok száma. 2022-ben 330 ezeren próbáltak meg törvénytelenül bejutni az Unióba. 2016 óta tavaly volt a legmagasabb az illegális határátlépések száma. A Frontex előrejelzése alapján a bevándorlás idén meg fogja haladni a tavalyit. A Nyugat-Balkánon, tehát Magyarország irányába egy év alatt 136%-kal nőtt meg a határsértések száma, ez 145.600 illegális migránst jelent. És mit tud ez ügyben felmutatni az EU? Magyarország és néhány másik ország ellenállását figyelmen kívül hagyták, és
újból bevezetnék a kötelező betelepítési kvótákat, és súlyos pénzügyi szankciókat vetnének ki azokra az országokra, akik nem hajlandóak migránsokat befogadni. A 2016-ban erősen bevándorláspárti országokban folyamatosan emelkedik az erőszakos bűncselekmények száma, és ezen belül a nemi erőszakok száma is. Franciaországban egy afrikai migráns olyan brutálisan megerőszakolt a szomszédját, hogy az orvosok elsírták magukat, amikor meglátták, és több mint egy hónapig kómában kellett tartania a gyógyítás érdekében. A kiérkező mentősöknek pszichés segítséget kellett nyújtani azután, amit láttak. A francia kormány hallgat az ügyben, és pont így tesz Ursula von der Leyen is. Franciaország minden bizonnyal rekord évet fog zárni a tavaszi erőszak hullám számait ismerve. A helyzet odáig fajult, hogy még az egyébként liberális francia elnök Emmanuel Macron is a migráns pártiság ellen szólalt fel a kormányülésen. De ne pécézzük ki Franciaországot. A görög erdőtüzeket általában a klímaváltozás számlájára írja a sajtó. Idén azonban bizonyítékokat találtak arra, hogy Görögországban gyújtogatás és erdőtüzek révén próbáltak migránsok meglépni a görög hatóságok elől. Ursula természetesen aggódik a klímaváltozás miatt, de a gyújtogatásokról egy szót sem ejtett. Ő a görög miniszterelnök villájában nyaralt, és köszöni szépen, jól érezte magát. Ezek Európa vesztét akarják. De el is érkeztünk a legfőbb kérdéshez, ahhoz, amiről végképp nem beszélt Ursula. Évérték előtt tartott, de micsoda meglepetés. A legdurvábbat meg sem említi, még csak utalás szintjén sem. Ez pedig nem más, mint a korrupció. Bizony-bizony, a szemünk előtt zajlott le az unió történetének legnagyobb korrupciós botránya, de Ursula kussolt. A görög Éva Kaili és társai euró százezres táskákkal és bőröndökkel buktak meg, kenőpénzeket tettek zsebre, kicsit beültek a luxus börtönökbe pihenni, de már vissza is tértek, és az Európai Parlamentben szavazgatnak. Éppen hazánk ellen is, és nem mellesleg lelkesen tapsikolnak, és éjjeleznek Ursula von der Leyennek. Persze nem is csoda, hogy Ursula erről hallgat. Miért? Mert maga is érintett. A közös uniós vakcina beszerzésnél ős múzolt és bizniszelt a Pfizerrel. Ursula még saját kollégája felszólításának sem tett eleget, miszerint hozza nyilvánosságra a Pfizer botrányos SMS-ei tartalmát, amelyekben leboltolta a sok 10 milliárdos vakcina beszerzést. Érdekes, hogy miután Ursula megkötötte a vakcina szerződéseket, az Európai Bizottság elnökének férje, Heiko von der Leyen, a Pfizerrel együttműködő, az amerikai Organesisnek lett az orvosi igazgatója. Von der Leyen férje amúgy tanácsadóként dolgozik egy európai egészségügyi cégnél is. Az agyam eldobom, hogy Brüsszel továbbra is egy olyan hely, ahol a bürokraták fuldokolnak a korrupció mocsarában. Ursula hazudik és hazudik folyékonyan. Beszédében bemutatta azt az Európát, ami nem is létezik, amit az európai emberek sem látnak jönni. És ha azt hinnéd, hogy ez csak Ursula, meg az Európai Bizottság álmokfutása, akkor nézd csak, hogyan reagáltak Ursula évértékelőjére az európai parlamenti frakciók. A két legnagyobb frakció vezetője szóban is körbeudvarolta Ursulát a néppárti Weber és a szociáldemokrata García Pérez együttműködésükről biztosították a bizottság elnökét. A zöldek frakció vezetője pedig Lenin idézettel reagált Ursulára, miszerint ahol van akarat, ott út is van. I will quote Vladimir Ilyich Lenin, when there's the will, there's a way. Az európai frakciók, a néppárt, a szocik és a zöldek, de mások is mindenben segítik Ursulát. Ezt ígérték neki a vita után. De hogy mi ez a minden? Nem más, mint Európa tönkretétele. Az van, barátaim, hogy ezeket jövőre vagy elzavarjuk nagyon messzire, vagy tényleg leúszhatjuk a romot. Ezt add tovább másoknak, és tarts velem legközelebb is. Szasztok!